Egy olyan alkalmat, amelyik nem csak egy személy, hanem egy kollektíva teljesítményét is értékeli, és azt díjazza. Nagyon jól tudjuk, hogy milyen nagy szerepe van a személyiségeknek a borászati munkában, de úgy gondoljuk, hogy azok, akik egy borász keze alá dolgoznak, azok is megérdemlik azt a figyelmet, amelyet a szakma és a fogyasztó felé sugároz. Hölgyeim és uraim, ez a díj, ez tulajdonképpen egy olyan módszerrel kerül kiválasztásra, amelyben a kíró szervezetek, az előbb említett kíró szervezetek felkérnek 40-50 pincészetet, akit alkalmasnak tartanak arra, hogy ezt a díjat megkaphassa, hogy pályázzanak. Az idei díjra három pincészet pályázott, fantasztikus anyagokkal, mindegyikük honlapján ezek az anyagok teljes terjedelemben megtekinthetők. Egy nagyon szoros és nemes versenyben a díjat kíró szervezetek tagjai szavazhattak. Összesen 197 szavazólapot küldtünk ki, és ebből 97-en küldték vissza a szavazatukat, egy érvénytelen szavazaton is volt, mert faxon küldték vissza, ilyet nem szoktunk elfogadni. 96 szavazat alapján az évpincészete, az ikonpincészet lett, ahol most vagyunk.